A napokban ünnepelte 70. születésnapját Rózsa György, tévés legenda, aki idén még egy kerekévfordulót ünnepelhetett, ugyanis 50 éves a pályafutása is. Rózsa György a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy befáradtál. Jó reggelt és boldog születésnapot. Kezdjük ezzel, legyünk ezen túl a kutya fáját. Jaj, ne! Elképesztően kedves a TV2, mert minden évben megajándékoz valamivel a születésnapomon. Nagyon köszönöm. Boldog. Végtelenül jó esik még egy ilyen vén embernek is. Pont ezzel akartam kezdeni, hogy azért legendásan híres vagy arról, hogy mindig fes vagy, mindig nagyon jól nézel ki, mindig nagyon adsz magadba. Neked ez nagyon fontos? Ez egyfajta szerintem tisztelet a közönséggel szemben. Tehát akik megtisztelnek engem azzal, hogy odaülnek egy műsorom elé, azoknak gondolom, mi jár ez. Gyuri, ne menjünk el szó nélkül Aracki Laci nagyon-nagyon váratlan és szomorú halálhíre mellett. Nektek volt mostanában kapcsolatotok? Hát nem mostanában, csak egy olyan 56 éve legalább. Úgy értem, hogy inkább azt akarom, hogy mikor találkoztál vele utoljára, így szól, aki nyilván rengeteg. Azt pontosan nem tudom megmondani. Én járok egy kávéházba elég gyakran, ami az ő házukban van, tehát ahol ő lakott a Nagymező utcában, és ott is szoktunk néha vele találkozni, mert feleségével még gyakrabban, aki tévés kolléganő, és Lacival inkább meccseken például találkoztunk, mert két megáltalkodott drukker, ugye ő Fradi drukker, én Honvéd drukker vagyok, és hát a Laci az késrántásig védte a Fradit mindig, mert én ugrattam, meg ő is ugratott engem, hogy micsoda pocsék csapata, tehát csapat, stb. Hakniba érdekes módon kevésszer voltunk együtt, de ő nálam elég sok műsorba szerepelt, Top Show-ban és más műsoraimban is, úgyhogy nagyon az ugratás volt a fő dolog, tehát mindig hülyéskedtünk, piszkáltuk a másikat. Ez egy fő elem volt, azt gondolom, mindenki. Igen, nagyon jó kedvű, nagyon kedves figura volt. Szerintem azért tudott megmaradni egészen haláláig a közönség szeretetében, mert ő is nagyon végtelen sokat dolgozott azért, hogy a közönség szeresse. Most azt lesz kimondani, hogy hát utolsó napokig koncertezett, ahogy hallom, és koncertje volt, amennyiben én jól tudom. Fantasztikus, gyönyörű, boldog élet lehetett. Abszolút az volt, erről beszélgettünk is vele nyáron, és akkor most egy picit beszélgessünk most már rólad. És az szombaton kerek 70. Igen. Hogy vagy ezzel az idő múlásával? És ez nem csak a 70 kapcsán, hanem úgy általában. Drága édesapám mondta, ő 91 éves korában ballagott el, és azt hiszem talán a 90. születésnapja, te elmondta, hogy egy kisfiam, az első 70 év az nagyon könnyű, az utána következő 20 az nehezebb. És ettől tartok én is egy kicsit, hogy ez nagyon, nagyon szép volt. Néhány, hogy mondjam, személyes családi tragédiától eltekintve, én azt mondom, hogy nagyon szép 70 éven volt, szóval megköszönhetek sok mindent az életnek. Ha már Aracki Lacinál ezt így kimondtad, akkor azt gondolom, hogy veled kapcsolatban is ezt kimondhatjuk, tehát erre szerintem az egész ország ráerősíthet, hogy azért neked csodálatos pályafutásod volt, nagyon szép életed van, tehát hogy rendben van nagyon az életed, én azt gondolom. Hát annyira, hogy mondjuk az beteljesült egyfelől, amit nagyon-nagyon szerettem volna. Egész ifjú koromban azt vártam, hogy legyen egy gyerekem. És született egy lányom, Csilla, és hát azóta az én életem, 36 éves voltam, amikor megszületett, az egész életem megváltozott. Tehát szóval, hogy mondjam, furán ugyanazt figyeltem meg később, amikor producer is lettem, nem csak műsorvezető, hogy innentől kezdve nem csak a saját életem érdekel engem, hanem főleg, vagy nem is az érdekel legfőképpen, hanem a Csilláé, és a műsoroknál is már a többi kollégáimnak a sikere legalább olyan fontos, mint a magamé, és ez nagyon, nagyon jó érzés volt. Nagyon szoros a kapcsolat köztetek? Gondolom, összekovácsolt benned Csillával? Hát majd mindjárt, hogyha megengedtek, akkor mutatok valamit. Mutasd meg. Mert ugye szombaton volt egy nagy buli a Remiszbe, és ott a 30 legközelibb barátomat, meg rokonokat hívtam meg, és kaptam nagyon rengeteg ajándékot, és egyik jópofább volt, mint a másik, de azt, először majd ezt mutatom meg, de csak a közismert szerénységemre való tekintettel, Emci nevű unokahúgomtól kaptam ezt, sétány, de nézd meg, hogy mit tett ide, nézd meg, hogy 1947 és az öröklét a végtelen jele, úgyhogy fenyegetem ezzel az ellenségeimet, hogy még sokáig fogok élni, és akik az örökségre várnak, azok is még várhatnak.
vannak. Úgyhogy, de a másik volt a legbecsesebb ajándék, ez egész egyszer nem is vártam, ezt is elképesztő volt. Ha megengedtek, egy nagyon rövidet fölolvasok. Azt a Csilla írta, eddig te segítettél megvalósítani az álmaimat, most én váltok valóra egyet a te nagy álmaid közül. Boldog szülőnapot, Babuci, mert mások előtt ne hívj engem Babucinak. és ez az álom, hát megmutatom, jó, csak egy picikét. Nehéz ezt könnyek nélkül elolvasni egy ilyen. Hát rá van írva, hogy boldog születésnapot Rózsa György és Rózsa Csilla részére, tanzániai szafari és zanzibári üdülés. Na most, hát elájultam, mert a Csilla tudja, hogy nekem gyerekkorom óta ez a mániám, hogy én egy afrikai szafárira el akarok menni. És már meg is vette a jegyet, meg minden. Jó. Úgy, és az, hogy együtt töltöttünk. És hát igen, mert képzeld el, hogy 18 éves koromban, vagy 18 éves korában kérdeztem a Csillát, hogy Csilla, legközelebb hova megyünk nyáron most együtt nyaralni? Szóval veled, papa. Mert ugye előtte mindig együtt mentünk, és de hát már 18 éves volt, hogy nagy volt. Úgyhogy ennél nagyobb ajándék. Még egy kicsit pityeregtem is este, amikor megnéztem az ágyba még egyszer, úgy magam mellé tettem az éjjeli szekrényre, és úgy elgondolkodtam rajta, hogy micsoda önfeláldozás, mert Csilla nagyon fél a betegségektől, meg Afrikától, úgy egyáltalán, hogy valamit elkap, vagy valami, és mégis meghívott egy ilyen, és eljön velem, úgyhogy... Mi Gyuri, nagyon gratulálunk, nagyon és szépen nagyon boldog köszönjük, hogy bejöttél, és nagyon jó utat majd sokáig. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm még egyszer, hogy a TV2 ilyen kedvesen felköszönt.